Sziasztok! Kukkancs Be című műsorunk azért kapta ezt a címet, mert minden adásban bekukkantunk egy-egy tudományos műhelybe. Állítólag a következő évtizedek csúcstechnológiai húzóágazata a biotechnológiai ipar lesz. Így aztán nem árt, ha szerzünk erről némi információt. Mai adásunkban annak járunk utána, mi mindenre jó a biotechnológia és mi az a biogáz. Szeged és a régió kiemelt fontosságú versenyképességi pólus a biotechnológia területén, amit a Nemzeti Biopolis program is fémjelez. A nagy szellemi értéket hordozó termékek kifejlesztéséhez a modern biológia elméleti és gyakorlati elemeinek alapos ismeretével felfegyverzett szakemberekre van szükség. Ilyenek kerülnek ki a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai karának biotechnológia tanszékéről. Jó. Jó napot kívánok, Mányi Réka vagyok. Üdvözletem, Kovács Karni vagyok. Bekukkanthatunk önökhez néhány információért? Persze, parancsoljon. Köszönöm. Kovács Kornél professzor úr, a biotechnológia nemzetközi szinten is elismert tudósa, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, aki számos díjban és kitüntetésben részesült már. Jobb helyre nem is fordulhattunk volna. Kezdjük az alapoknál, tehát mit jelent az, hogy biotechnológia? Biotechnológia sok mindent jelenthet. Nagyon tág értelemben a biotechnológia minden olyan művelet, tevékenység, amit biológiai rendszerek segítségével végzünk el. A biológiai rendszer fogalmait még nagyon tágon lehet értelmezni, hiszen ebbe beletartoznak az egész élőlények is, meg az ő enzimjeik, molekuláik, amelyek biológiai eredetűek. Na most, hogyha ezeket a rendszereket valami olyasmire használjuk fel, ami nekünk hasznos, ez egy ilyen emberközpontú definíció, akkor beszélünk biotechnológiáról, tehát ez egy olyan tevékenység, sor, amivel valami hasznosat állítunk elő, és biológiai rendszerek működnek ebbe közre. A biotechnológiát egyébként szokás ma már éppen azért, mert ilyen széles területet ölel át, különböző színekkel jelölni, amit viszonylag könnyű megjegyezni, mert a magyar zászló színei vannak benne. A piros biotechnológiának hívják azt az irányát a biotechnológiának, amelyik az emberi egészséggel foglalkozik, a fehér biotechnológiával foglalják össze az ipari tevékenységekben biológiai rendszerekkel végzett munkákat, illetve zöld biotechnológiának hívják az elsősorban a mezőgazdaság, vagy általában az élelmiszer termeléssel kapcsolatos tevékenységet. Emellett egyébként létezik még egy negyedik színű biotechnológia is, a kék biotechnológia, amelyik az utóbbi években, évtizedekben fejlődik nagyon ütemesen. Ez általában a vizek, elsősorban nyilván a tengereknek az élővilágát igyekszik hasznosítani. Az ön számára mi volt érdekes ebben a témában, amikor pályát választott? Ez is egy összetett kérdés. Engem úgy általában érdekelt a biológia, azt úgy az elejétől tudtam, hogy az orvostudományok azok nem nagyon mozgatták meg a fantáziámat, és inkább valamilyen kutató biológus szerettem volna lenni. Tulajdonképpen szerencsém is volt, mert éppen akkor fejeztem be az egyetemet, amikor átadták itt a szomszédba a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központját, és egy pár csoportársammal így frissen, fiatalon oda mindjárt bekerültünk. Ez a kutatóintézet akkor is, meg tulajdonképpen ma is egy abszolút nemzetközi, európai szintű kutatóintézet, úgyhogy itt mindjárt a kutatásnak a mély vizébe ugrasztotta be bennünket, ami minden szempontból előnyös volt, és továbbra is foglalkoztatott a biológia. Aztán egy idő után az a fajta kutatás, ami igazából alapkutatásnak indult, arról kiderült, hogy egyre izgalmasabb gyakorlati hasznosítás lehetőségek is vannak, hiszen ez az alapkutatási terület, ez a megújuló energiahordozók termelésével kapcsolatos volt,
igazából bennünket azok az enzimek izgattak, amik ebbe a folyamatban részt vesznek, mert ezeknek számos, izgalmas, meg különleges tulajdonsága van. Ez még önmagában semmi, vagy nagyon távoli köze van ennek az energiatermeléshez és az alkalmazott kutatáshoz. Viszont ahogy ebbe egyre mélyebben bele csöppentünk ebbe a területbe, úgy egyre nyilvánvaló vált a nemzetközi trendekből, hogy ezek a megújuló energiák, ezek a gyakorlati élet számára is izgalmas kérdések. És így aztán az utóbbi egy-két-három évtizedben a kutatásaink azok úgy párhuzamosan folynak az alapkutatás irányába, és amit nyilván a tudományos kíváncsiságot elégíti ki, hogy hogy működik egy baci, egy élő szervezet, és emellett a gyakorlati kérdésekkel is foglalkozunk viszonylag széles körben. Kovács Kornél professzor úrtól megtudom, hogy a megújuló energiaforrások jelentősége abban áll, hogy használatuk összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel, tehát alkalmazásuk nem rombolja a környezetet, ugyanakkor nem is fogják vissza az emberiség fejlődését. Igen, mindenhonnan ezt halljuk, hogy át kell térnünk a megújuló energiaforrásokra, ami valljuk be nem könnyű. Ez a tanszék miben járul hozzá ehhez? Hát a biotechnológiai tanszék tevékenységének a legalább kétharmada az olyan jellegű kutatásokhoz kapcsolódik, amiben biológiai rendszereket használunk fel arra, hogy számunkra hasznos energiahordozókat állítsunk elő. Ez két területet ölel fel igazából. Az egyik, ami inkább az alapkutatás irányába megy előre, hiszen ott még rengeteg megismerni való új információra van szükség ahhoz, hogy ezt majd valamikor gyakorlatban hasznosítani tudjuk. Ez a biológiai hidrogén termeléssel kapcsolatos. A hidrogénről arról érdemes tudni azt, hogy ez a elképzelhető legtisztább energiahordozó, hiszen amikor felhasználjuk, akkor vízzé ég el, tehát a környezetet egyáltalán nem szennyezi. Ezért mindenki, a szakemberek azt jósolják, hogy 10-15-20 éven belül a hidrogén lesz a domináns energiahordozó a világszerte, hiszen a megújulókra elsősorban azért van szükség, mert a fosszilis energiahordozók felhasználásával olyan mértékben szennyezzük a környezetet, és olyan drasztikus klímaváltozást idézünk elő, ami nem tartható tovább. Sokan, és hát ennek nagyobb sajtója van, hogy azt hangsúlyozzák, hogy mert ezek fogytán vannak, ezek a fosszilis energiahordozók, ami nagyjából igaz is, bár az is igaz, amit az ellentábor mond, hogy van ezekből még rengeteg, csak nem olyan könnyű fölhozni őket. Valójában azonban a fő probléma az a környezetvédelmi része az ügynek, hiszen ha végtelen mennyiségbe áll a rendelkezésünkre szén, olaj meg földgáz, akkor is ezeket le kellene cserélni megújulókra, mert különben megfőzzük magunkat még a nagy energiafelhasználásban. Na ezért a biológiai hidrogéntermelés az egy izgalmas terület számunkra, és meg hát persze még egy néhány száz labor számára a világban. Emellett olyan mikróba közösségeket vizsgálunk, mint például a biogáz reaktorokban kialakuló mikróba közösség, ahol az alapkutatási érdekesség valójában az, hogy egy ilyen biogáz termelő rendszerben, ami persze szintén egy nagyon klassz kis megújuló energiahordozó, ebben olyan több ezer különböző baci serénykedik együtt, és valójában a biogáz az ennek a társaságnak a komplex végterméke, amit úgy kell képzelni, hogy ezeket külön-külön kiszeregetnénk, amit persze szintén nem tudunk megcsinálni, mert túl bonyolult lenne, akkor ezek egyik se tud biogázt csinálni, hanem ezek együtt tudják megcsinálni azt az összetett folyamatot, ami azt is nyilván előreveti, hogy ezek a bacik ezek tudnak egymásról,
egymás nélkül nem nagyon tudnak létezni, egymás munkáját segítik. Persze vannak olyanok is köztük, akik utálják egymást, ugyanúgy, mint az emberi közösségekben. Azok ugye széthúzódnak, és az egész folyamatnak a végeredménye a biogáz, ami már közvetlen a mindennapi életben hasznosítható, és a földgázt kiváltó energiahordozó. Emellett persze az is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ezek a bacik hogyan kommunikálnak egymással, hiszen e-mailt meg SMS-t nem tudnak olvasni, és ezért nekünk is nehezebb velük kommunikálni természetesen, mikor a kísérleteket végezzük, de időnként sikerül velük szót érteni, és olyankor sikerül őket szorgosabb munkára ösztökélni, hiszen a kutatásnak a végső célja az az, hogy ezek a rendszerek, ezek olyan hatékonyan működjenek, ami már gazdaságilag is versenyképessé teszi a megújuló energiahordozót, és mondjuk ilyen biogázzal ki tudjuk váltani a fosszilis földgáz felhasználásunknak a jó részét. És a biotechnológiát milyen területeken lehet alkalmazni? Ha engem kérdez, akkor nyilván itt mi az ipari biotechnológia, tehát ez a fehér biotechnológia irányát kutatjuk, és itt látunk óriási fejlődési lehetőségeket, de persze a legnagyobb erőfeszítések világszerte azért inkább a piros biotechnológia területén vannak, ami az ember humán gyógyászattal kapcsolatos tevékenységeket foglalja magába. Hát ez a gyógyszerfejlesztéstől kezdve a gyógyítás különböző módján terjed. És hát itt is a fejlődés az óriási, de ugyanezt el lehet mondani végül is a maradék két ágáról is a biotechnológiának, hiszen azzal, hogy az emberiség létszáma egyre nő, ezzel az a feladat is együtt jár, hogy azért jó lenne mindenkinek ételt adni a szájába, tehát a zöld biotechnológia előtt is jelentős kihívások vannak. És jelenleg melyek a kutatások legfőbb irányai? Milyen munkák, milyen projektek folynak? Itt nálunk ez a két fő csapás, a hidrogén termelés és a biogáz termelés, és ehhez kapcsolatos biotechnológiai kérdések vizsgálata, illetve olyan gyakorlati technológiai fejlesztésekkel is foglalkozunk, ami persze kifejezetten a biológiai rendszert érinti, és nem mérnöki fejlesztésekre kell itt gondolni, aminek az a célja, hogy elsősorban a biogáz üzemekben, mert ilyenből már azért üzemi méretben több is létezik, ezeknek a hatékonyságát tudjuk növelni. A tanszék hallgatói mi mindenbe nyerhetnek betekintést? A laborok ajtaja nyitva vannak, akárhova betekintést nyerhetnek. Jönnek is szerencsére, mert elég nagy az érdeklődés a biotechnológia iránt. Ez a biotechnológia, ez egy ilyen divatos terület is, ezt most úgy lehet mondani. És hát sokat is várnak a biotechnológiai fejlesztésektől. Meg ez egy olyan irányú képzés, vagy olyan irányúban kiképzett kutatókat eredményez, akik tényleg utána el tudnak helyezkedni, nem csak akadémiai vagy egyetemi laborokban, hanem a gyakorlati életben is. Így aztán megtalálható nálunk az egyetemi hallgatóknak minden generációja, a BSC hallgatók bekukucskálnak a laborba, nekik még nincsen sok idejük arra, hogy konkrét és érdemi munkát végezzenek, de azért már a levegőbe be tudnak szagolni. Aztán akkor, amikor a mesterképzésre jönnek, akkor már több idejük van arra, hogy egy konkrét kutatási feladatot is kapjanak. Ezt a munkát persze általában egy doktorandus hallgató közvetlen vezetésével végzik, hiszen itt még egy csomó olyan módszert meg kell tanulni, ami szükséges ahhoz, hogy valaki önálló kutató legyen. Igazából ilyen önálló kutatási témákat, azokat akkor kapnak a fiatalok, amikor megkezdik a doktori tanulmányaikat.
ott már követelmény is az, hogy, valamennyire önálló kutató munkát végezzen. Persze a doktori hallgatónak is van azért szupervájzora, felügyelője vagy tanácsadója, valamelyik idősebb, tapasztaltabb kollega, de ez a kapcsolat már olyan, hogy általában a, kutatási stratégiai kérdéseket beszéljük át, milyen típusú kísérleteket, milyen kontrollokat kell beépíteni, hogyan értékelje ki az eredményeket, és a munka nagy részét azért már egy doktorandusz hallgató az önállóan végzi. Aztán amikor már doktor úr vagy doktor úrhölgy lesz belőle, akkor hát teljesen önálló fiatal kutatóként csap bele a tudomás ürejébe. Most pedig kukkancsunk be a tanszék laborjába. Itt bizony aktív munka folyik. Mindez nagyon izgalmasnak tűnik, bár első látásra el sem tudom képzelni, vajon mi mire való. Így aztán megkérem az itt kísérletező és kutató doktorandusokat, meséljenek arról, hogy mit csinálnak. A mi laborunkban a biogázzal kapcsolatos kísérletek zajlanak. A biogáz ugye egy alternatív energiahordozó. Mindannyian tudjuk, hogy milyen fontosak a megújuló energiaforrások és a fenntartható fejlődés, ezért próbálkozunk a biomasszából megújuló energiákat termelni mikroorganizmusok segítségével. Ez zajlik ebben a fermentorban, aminek most meg fogom mérni a gázhozamát, itt keletkezik a biogáz. A gáz átszorítja a vizet ebbe az üvegbe, és a víz térfogatát megvérve képet kapunk arról, hogy mennyi gáz képződött. Amint látható, 160 ml gáz jött ki ebből az üvegből egy nap alatt. Itt a tanszéken ezzel kapcsolatban végzünk kutatásokat, szeretnénk ezt a folyamatot jobban megismerni, és valahogy hatékonyabbá tenni, hogy ezek a megújuló energiák még nagyobb szerepet kapjanak az energia gazdálkodásban. Én jelenleg DNS-t tisztítok az általam korábban izolált cellulózbontó baktérium kultúráimból, mert kíváncsiak vagyunk, hogy ezeknek a cellulózbontó kultúráknak milyen az összetételük, hogy a továbbiakban ezzel is elősegítsük a cellulóz tartalmú szubsztrátok hatékonyabb lebontását a biogáz fermentorokban. Jelenleg már a tisztítás vége felé járok, pillanatnyilag már csak alkohol van a mintákon, ezeket lepipettázom róla, majd megszárítom, visszaoldom a DNS-t vízben, ezek után pedig már meg is tudom nézni, hogy hogyan sikerült a DNS tisztítás, azzal, hogy egy nanodrop segítségével lemérem a DNS tisztaságát, és megfuttatom őket agarózgélen, ezáltal látva, hogy milyen a DNS-em, és hogy sikerült a tisztítás. Mit láthatunk itt?
Ez egy elementár típusú szénnitrogénmérő, ami arra való, hogy megmondjuk, hogy egy bizonyos szubsztrátnak, amit mi a biogáz fermentációra használunk, annak milyen a szénnitrogén aránya, ugyanis a szénnitrogén arány az nagyon fontos a fermentáció szempontjából, mert ez határozza meg, hogy egy adott anyagból milyen minőségű gáz lehet előállítani. Ugyanis, hogyha nagyon magas a szénarány, akkor a baktériumok azt a sok szenet felhasználják, és az olyan irányba viheti el a fermentációt, hogy lesavasodik. De hogyha mondjuk túl nagy a nitrogén aránya az adott anyagnak, amit mi fermentálunk, akkor viszont az ammóniát ugyancsak fel, vagy a nitrogént ugyancsak felhasználják, amiből ammónia keletkezik, és hogyha túl sok ammónia kerül a rendszerbe, az megint csak negatívan befolyásolja a fermentációt. Ez a gép arra való, hogy megmondjuk tehát, hogy milyen arányai vannak egy adott anyagnak, és ez tulajdonképpen ennek a gépnek a lelke. Ez a redukciós cső nevezetű valami. Ez a redukciós cső, ami arra szolgál, hogy ebben az anyagok szétválnak, és ez alapján különböző hatások érik ezt az anyagot, és ez alapján tudjuk megmondani, hogy ennek a bizonyos anyagnak milyen a szénnitrogén aránya. Nem gondoltam, hogy egy laborban salátát, mandarint és paprikát is találok. Azért vannak pici tálkákban, mert meg fogják szárítani, azután elégetik őket. Így nézik meg, milyen a szárazanyag tartalmuk és melyik lesz ideális alapanyag a biogáz készítéséhez. De most hagyjuk el a labort és nézzük meg még azokat a bizonyos biogáz fermentorokat is. Ezen gépezetek által készül a biogáz. Mint megtudom, tartályaikban silló kukorica, illetve sertés sítrágya található. Szerencsére a szagok nem szűrődnek ki. Ezek azok a nagy tartályok, azok ebbe találhatók a mikrobaközösségek, amelyek a biogáz fermentációt végzik. Itt tudjuk beadagolni a szerves anyagot, aminek a bontását végzik ezek a mikrobák. Most jól látható, hogy éppen forognak, tehát a kevertetés éppen megy. Ezen a csövön keresztül jön ki a gáz, és azon keresztül tudjuk mérni. Itt vannak a különböző paraméterek, amelyeket a fermentorok során mérünk. Itt látható a pH, hőmérséklet, illetve a redox potenciált mérjük, illetve mintát is ezek innen tudunk venni. A tanszék modern műszerparkja lehetővé teszi az itt tanuló hallgatóknak, hogy olyan kutatásokat végezzenek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben mindannyian környezettudatosabban éljünk. Mai adásunkban a biotechnológia világának rejtelmeibe kukkantottunk be. Tartsatok velünk legközelebb is! Sziasztok! Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából a tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen pályázat keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.